rengeteg arca a felületet, szeretek a felülettel játszani, és nagyon vonzó, tényleg ez a szabad játék, amit egy kisgyerek, ugye valahol sima, valahol érdes, válaszolnak egymásra a foltok, beszélgetnek egymásra, beszélget a nézővel. A világon tele van ellentétek, és a művészet megvan az a képessége számomra, és ez a festvényeimben is, ahogy már korábban is beszéltem, és a festvényeimben is látszik, hogy ezeket az ellentéteket a művészet egyesíteni tudja, és feloldani. Én és a képeimben ezzel erre törekszem. Tehát a sima és a durva felület, a rúdság és a szépség, ezek mind megférnek, és ezek mind egymást kiegész, a csend és a hang, a semmi és a valami, az ellentétes pólusok összeolvannak és kiegészítik egymást a művészetben. És tehát én nem feltétlenül abban látom a dolgot, hogy nem csak a szép, foglalkozok a széppel, és ez egy nagyon fontos téma számomra, és ez foglalkoztat engem, a harmónia is, de én valahogy inkább úgy látom, vagy annyit hozzátennék, hogy inkább ebben a tökéletlen világban, amiben benne kell élnünk a szépségeivel és a tragédiáival együtt, egy nem ideális helyen. A művészet egyik szerepe, hogy ennek a nem ideális világnak a hibáit kijavítsa. És ez tulajdonképpen a művészetben segít, mert ez mindenkire vonatkozik. Számomra a művészet ez egyik jelentése. De mondom, számtalan dolgot ki lehet emelni. Nagyon fontos dolog a számomra, amit a művészet nyújt, az, hogy a felfoghatatlanul komplikált és szinte értelmezhetetlen sokaságát a világ gazdagságának, a gondolatok, a jelenségek sokaságának a megértésében segít. A művészeten keresztül tudok reagálni erre a sokszínűségre. És ugyanúgy az emberek is, akik befogadják a képeket, ők is erre reagálnak. Ez nem egy tudományos megközelítés, ez egy művészeti megközelítés, és ezért ez nagyon fontos. És sokfelé kalandoztam, zenéltem, és csináltam rövid filmeket, de a festés az mindig ott volt, és én abban találtam meg a hangomat. Van rendkívül sok dolog a festészetben, ami miatt én úgy érzem, hogy ez az én utam. Attól függetlenül, hogy a színek és a formák, mondom, a szerelmese vagyok, tehát engem lenyűgöznek a színek, és a hiába használok sok szürkét. A szürkének is, a szürkében is van szín, ez nem neutrális dolog. Nagyon kötődöm a színekhez. Már mondtam is, hogy a kékhez például vonzódom. A formák, a harmónia iránti igény, vagy esetleg a káosz iránti vágy, az is benne van. Egyrészt ezért a festés, másrészt van egy nagyon fontos, két másik nagyon fontos dolog a festésben. Az egyik az, hogy van egy közvetlen kapcsolat, ahogy én festek, van egy közvetlen kapcsolat az anyaggal és a felülettel, ez mint a hangszer, valamikor az ujjammal is festek, a kezemmel, forgatom a képet, valamikor a földön van, valamikor megrázom. Tehát a festésnek van egy ilyen elementálisan ősi, primitív arca, amit én imádok. Ez végül is egy spontán, improvizitív előadó művészet, ami egyszerűen megfagy, megdermed, és azt látja a néző. És ennek vannak völgyei és hegycsúcsai, ugyanúgy benne van, hogy én meg. Tehát nagyon lefoglalt, tehát rendkívül intenzív munka. De az, hogy megnyugtat, valamikor fölzaklat, ez mind a kettő benne van, és ez a legszebb, hogy ki sem lehet számítani, hogy ez mikor jön.